minden évben a Cannes Filmfesztivál előtt eljövünk ide Andy Vajna barátomhoz, és az Egri Borászok összefogásával, közreműködésével lényegében el tudjuk juttatni nemzetközi porondra is az Egri borvidék termékeit, amik nagyon jól szerepeltek egyébként a mostani borok olimpiáján is, hiszen nagyon sok aranyérmet nyertünk, és hát a borvidékek közül első lett az Egri borvidék Bordeaux-ban a borok olimpiáján. Tavaly nagy szerencsénk volt a Salfiával, ami ugye megnyerte Cannes-ba a díjat és a világ minden részén, de a maradéka ott lesz Cannes-ba, tehát a Nemes Jeles László a jury-nek az egyik tagja lesz idén, ami egy nagy kitüntetés tulajdonképpen Magyarországnak. Azok nyújul van két rövid filmünk, amik a versenyben fognak mutatkozni, és van egy fontos dolog, a Makkárolynak a Szerelem nevű filme, ami 45 évvel ezelőtt Cannes-ba díjat kapott. Idén összesen 12 bort fogunk küldeni Cannes-ba. Ezek között szép számmal szerepel Egri Bikavér is, Egri Csillag, küldünk Rozét is, illetve Hárselevelőt és Rajna Rieslinget is küldünk önmagában. Nagyon fontosak a nemzetközi megjelenések, illetve nemzetközi visszajelzések az egri borokról, hogy a borvidék jó úton jár. Az egri borvidéknek szerencsére töretlen a sikere a külföldi borversenyeken, és szinte futószalagon szállítja mindig az érmeket. Ez egy nagyon szép reklám a városnak, Eger városának, és egy jó lehetőség az egri borvidéken tevékenykedő borászoknak, hogy a termékeiket gyakorlatilag nemzetközi szintéren is be tudják mutatni, egy más közönségben mondjuk, mint egy borverseny, hiszen alapvetően filmesek, rendezők, színészek lépnek föl és kóstolják ugye majd remélhetőleg az egri borvidék termékeit, az egri csillagot és az egri bikavért egyaránt.